Diana Soto az Utolsó kívánság című egyfelvonásos drámáját próbálja az André Színtársulat ezekben a napokban, készülve a február 29-i premier előadásra. Az írónő munkássága nem idegen a színjátszók számára. Diana Soto a darabnak az írója, és valamikor a Csak a bolondok boldogok című darabot is ő írt, aminek nagyon nagy sikere volt, itt is és máshol is előadtuk több alkalommal is, és megnézte a darabot, idejött személyesen, és látta a szerepet. Is. És a szereplőkre írta tulajdonképpen ezt a darabot, ami szintén elvont, különleges darab, az Utolsó kívánság, és az élet értelméről szól, a boldogságról, a boldogság keresésről, aminek most nagy hangsúlyt fog adni ez a darab. Szakter Viktória több szálon is kapcsolódik a színdarabhoz. Én Oliviát játszom, ugye ő a főszereplő, illetve hát úgy, ahogy igyekszem rendezni is, és hát nagyon nagy kihívás mind érzelmileg megélni ezt a szerepet. Tehát én ezt már nagyon vártam, tehát én kaptam meg először a forgatókönyvet, és hát nagyon vártam. Ide jönnétek! Engem keresel? A darab Olivia életét és döntéseit helyezi előtérbe. A másik főszereplő Tóbiás Zoltán, aki Markuszt alakítja. Megtiszteltetésnek érezte, hogy az írónő az ő személyéhez igazodva neki írta ezt a karaktert. A szerep megformálása különleges feladatot jelentett számára. Nem ember, nem embert játszom, hanem egy entitást, aki ember formájában jelenik meg, és hát azt nem mondanám, hogy kifogott rajtam, inkább érdekesnek találtam, és most már azt mondom, hogy igazából majdnem, hogy könnyebb, mert olyan dolgokat is lehet használni a karakter megjelenítésénél, amit embernél nem nagyon szoktunk. A darabban Pákolicz Ildikót és Várszegi Viktort is láthatja a közönség, mellettük pedig felbukkannak új arcok, mint Csata Regina Renáta, Laca Ferenc vagy Magyar Péter. Felicia! Mikor adtál utoljára? Ha szeretnéd, akkor lelépünk. Szerintem sokkal nagyobb szükséged van az ágyra, mint a mi társaságunkra. Az előadás február 29-én csütörtökön 19 órakor kezdődik a Kulturális Központ Színház termében. Jegyek elővételben kaphatók.